Új vagyonnyilatkozatot nyújtott be Simon Gábor, de abban sem szerepel a bécsi számlán lévő összeg. Volner Jánossal, a Jobbik frakció vezető helyettesével a képviselők vagyonosodásának ellenőrzésére tett javaslatról beszélgetünk. Jobbik frakció vezető helyettese Volner János a vendégünk, tehát jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Legyen újra rendszeres vagyonosodási vizsgálat, ezt javasolják, mennyire rendszeres? Hát azt gondolom, az országgyűlés pártjainak együtt kell eldönteni ciklusonként legalább egy vagyonosodási vizsgálat. Ez a vagyonbevallás, ez nem indokol. Elég? Láthatóan nem elég, hát láthatóan meg tudták oldani azt, hogy eltitkolják a vagyongyarapotásukat egyes képviselők. Hozzáteszem, egyébként azt is javasoltuk, hogy a bankok, illetve az adóhivatalok közötti adatcsere egyezmények értelmében cseréljünk Európa más társhatóságaival, illetve más országokkal adatokat arra vonatkozóan, hogy van-e náluk olyan politikusi eltitkolt jövedelem még, mint amilyen az előbb emlegetett úriemberi. Ha én politikus lennék, és el akarnám titkolni a jövedelmemet, biztos nem a saját nevemen nyitnék számlát akárhol a világban. Akkor erre hogyan derülhet fény? Mindenre tökéletes megoldás nincs, azért utána kell eredni az offshore vagyongyarapodásnak. Adott esetben látható, hogy mondjuk az Egyesült Államok jelentős eredményeket tudott ezen a téren elérni. Nyilvánvaló, hogy a magyar hatóságoknak is hasonló módon, különösen azoknál, akik közpénzzel gazdálkodnak, el kellene járni. A közpénz ugyanis nagyon fogy. Megnézzük a korrupciós besorolását Magyarországnak, azt lehet látni, hogy sajnos lefelé csúszkáltunk, és Európa utolsó harmadát erősítjük jelenleg, tehát büszkeségre sajnos semmi oka nincs a politikusi elitnek jelenleg Magyarországon. A politikusi elitnek azért nincs oka büszkeségre, mert a korrupciót nem tudta meggátolni, vagy nem tudott a helyzeten javítani, vagy maga is élen jár ebben a jó helyezésben? Maga is élen jár benne nyilvánvalóan, hiszen azt láthatjuk, hogy a különböző nagy projekteket elsősorban a kormány közeli, vagy adott esetben egyes pártokkal jó kapcsolatokat ápoló tőkés csoportok együttesen kapják meg, másoknak, azoknak, akik versenyképesek normál piacgazdasági körülmények között, nincs esélyük hozzájutni a közbeszerzésekből származó megrendeléshez, és ez egyébként azért is probléma, mert a magyar gazdaság legnagyobb megrendelője az állam, csak a közbeszerzési rendszerben olyan 1500-1600 milliárd forintot osztanak el évente. El lehet képzelni, hogy mennyire kontraszelektálja a magyar vállalkozói társadalmat, ha folyamatosan csak a politikával jó viszonyt ápoló nagy vállalatok, nagyobb cégek jutnak megrendeléshez, a versenyképes kicsik pedig nem. A mentelmi bizottság mai ülésén mi derült ki? Zárt ülés volt, de hát azért valamit csak lehet róla tudni. Először is az derült ki, hogy Simon Gábor nem jelent meg a bizottság ülésén. Noha, de beadott egy új vagyonnyilatkozatot. Ami gyakorlatilag nem ér semmit. Itt egyébként azt kezdeményeztük, hogy a politikus se legyen külön ember, mint bárki más ebben az országban. Ha mondjuk ön nem megy el egy bírósági idézésre, akkor elővezetik, rendbírsággal sújtják, tehát megvan annak a következménye, hogy nem tett eleget egy hivatalos idézésnek. Egy országgyűlési képviselő se tehesse azt meg, mint amit Simon Gábor, hogy nem megy el, és ennek az égvilágon semmilyen következménye nincs. A Jobbik ezzel kapcsolatban be is nyújtotta jóval korábban már a javaslatát, ami azt célozza, hogyha egy képviselő nem tesz eleget egy bizottsági idézésnek az országgyűlés előtt, akkor ezért megkapja a méltó büntetését. Következő lépés mi lesz? Következő lépésünk az volt, ez már meg is történt, hogy feljelentést tettünk ebben az ügyben, és kértük azt a magyar hatóságoktól, hogy vizsgálják ki, hogy ennek a tisztázatlan hátterű vagyongyarapodásnak vajon mi áll a hátterében, mivel foglalkozott ez az úriember az elmúlt időszakban, és pontosan hogyan tett szert erre a jövedelemre. Nap másik híre volt, hogy Áder János államfő aláírta a Paks bővítéséről szóló törvényt. Önök is megszavazták. Ön tudja, hogy mit írt alá? Vagy mit szavazott meg? Én akkor nem voltam jelen, mert a saját választókerületemben voltam, tehát én történetesen emiatt nem tudtam szavazni. Egyébként én magam is megszavaztam volna. Amiről szavaztunk, az egy keret megállapodás, különösebb konkrétumok nélkül, ami arról szól, hogy meg fogjuk oldani a paksi atomerőmű orosz technológiával történő bővítését. Ezt már 4 évvel ezelőtt is beleírtuk a választási programunkba, tehát ilyen szempontból egy új elemet sem tartalmazott ez a javaslat. Azt fájlaljuk nyilvánvalóan, hogy más pártok kizárásával valósult meg az orosz partnerekkel történő egyeztetés, hiszen adott esetben ez egy olyan döntés, amiről illett volna törvénybetűje szerint is informálni az országgyűlés illetékes bizottságait, és természetesen a közvéleményt is. Sokféle
sokféle aggályt felvetnek ezzel a megállapodással kapcsolatban, például részben azt, hogy nagyon keveset lehet róla tudni, tehát nem tudjuk, nincsenek hatástanulmányok, nem tudjuk pontosan, hogy megéri-e megépíteni, hogy mennyibe fog kerülni az áram, hogy pontosan milyen feltételeket szab nekünk az orosz fél. Ugye mintha egy homályos utalás lenne arra is, hogy ezt a két blokkot megépítik, de majd az esetleges következőket is először velük kell tárgyalni. Ezek önöket nem aggasztják? Egyelőre keretmegállapodás történt. Elolvastuk magyarul és oroszul is egyaránt a szerződést, amit közzétettek az országgyűlés honlapján. Alapvetően ez csak azt rögzíti, hogy bővítésére kerül sor a paksi atomerőműnek, aztán a későbbiek folyamán kormányközi megállapodások része lesz majd az, hogy pontosan milyen feltételekkel valósul meg az erőmű építése. Nyilván az apróbetűs részeken nagyon sok múlik. Tehát az már ebben a szövegben is benne van, hogy a Rosatomnak például lesz beleszólása az áramárba. Lesz beleszólása az áramárba, hiszen ő maga építi meg ezt a technológiát, és nagy részt azon is múlik, hogy mennyire lesz hatékony az atomerőmű, hogy mit vásárlunk pontosan. Ez egy új generációs atomerőmű, ami hosszú távon rendkívül olcsóvá teszi az áramtermelést. Azért is tartjuk fontosnak, hogy a magyar lakosságnak fenntartható módon lehessen csökkenteni a rezsijét, ne csak úgy, hogy adott esetben kiütjük a magyar energiapiac más szereplőit, és adott esetben az importáram részaránya az ormáni kormányzás első évétől fogva most már több mint kétszeresére nőtt, egyre több áramot veszünk importból, magyar munkahelyeket veszélyeztet, illetve veszít el az a gazdaságpolitika, nyilván Magyarországnak saját magának meg kell oldania az áramból történő önellátását. Hát igen, de hogyan tudja megoldani úgy, hogyha benne van már ebben a keret megállapodásban is, hogy nem a magyar kormány fogja kizárólag eldönteni, hogy mennyibe fog kerülni egy kilovattóra áram? Tettünk egy szakmai javaslatot a mai nap, amely azt célozza, hogy jöjjön létre olyan állami tőkealap, ami a nemzetgazdaságira kiemelt jelentőségű beruházások forrásigényét elégíti ki belföldi lakossági forrásokból. Gondoljunk arra, jelenleg a lakosságnak 6000 milliárd forintnyi vagyona fekszik bankbetétekben, egy olyan megtakarítási formában, aminek rendkívül alacsony a reálhozama. Mi erre javasoltuk azt, hogy más országok sikeres gyakorlatát átvéve csoportosítsuk át egyes olyan nagy tőkeigényű beruházásokba. Ezt a pénzt természetesen önkéntesen magasabb hozam reményében tudják ezt az emberek megtenni, ami adott esetben megkíméli az államot az eladósodástól, hiszen nem kell, nem törvényszerű. Ennek olyan békekölcsönszaga van azért. Nincs békekölcsönszaga, ez a fejlett világon mindenhol működnek tőke alapok az Egyesült Államokban is. Most nem tudom, hogy ön esetleg nem hallott róla, vagy mi lehet a hiba a képben, de tény, hogy ez egy bevált befektetési modell szerte Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban. Kinek az ígéretében bízva adhatják oda az emberek a pénzüket? Hol van az a biztos ígéret, hogy én valóban visszakapom a pénzemet? Először is azt kell látni, hogy a tőke alap az képes bevonni a lakosság megtakarításait magasabb hozam reményében. A tőke alapok különböző fajtájúak, mi természetesen tőke védett alapot képzelünk el, azaz a megtakarítását a lakosság biztosan visszakapja, és ezért az állam kezeskedik. Hozzáteszem azt is egyébként, hogy hasonló esetekben ilyen nagy beruházásoknál hozamgaranciát is illik adni, tehát van egy alsó határa az elérhető hozamnak, fölfelé természetesen lehet terpeszkedni, tehát nyilván a hozam felső korlátja adott esetben nincs meghúzva. Ez egy biztonságos, máshol is bejáratott befektetési forma, és ha én választhatok, hogy a magyar állam eladósodjon-e a GDP 12%-áig, ezzel növeljük az államadósságot, és ennek a magas kamatterhét hosszú ideig nyögjük, vagy pedig belföldi forrásokból, a bankbetétekből történő átcsoportosítással megoldjuk egy beruházás tőkeigényét, akkor én nyilván a nemzeti önérdeket követve ez utóbbira voksolok. Képviselő úr, köszönöm, hogy eljött. Én is köszönöm önnek. Köszönjük figyelmüket, holnap is lesz közbeszéd ugyanebben a Lévőpontban. Várom önöket, szép estét, viszontlátásra!